Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, ezen a változékony időjárással jellemezhető, érdekes és minden szempontból rendkívülinek mondható reggelen nem egyedül vagyok ebben a stúdióban, hanem tőlem, mint egy 5 méterre a sárga mikrofonnál kapott helyet, szinte állandónak mondható ázsiai űrszakértő, ami tehát nem azt jelenti, hogy ő egy ázsiai űrszakértő, hanem egy olyan magyar szakértő, aki nagyon ért az ázsiai űrprogramokhoz, aki persze nem más, mint Szentpéteri László. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm ezt a bemutatót, ez a Magyarországon méltán világhírű, ez nagyon jó esett. Na most egyébként persze azt is el szoktam mondani, neked ilyen epoci jelzőid között el szoktam mondani mindig, hogy vagyis hát a bevezetőid között, hogy te az űrvilág alapító főszerkesztőjeként is ismert vagy. Na most, köszönöm hát szépen. Igen. Úgyhogy, meg hát most már egyre inkább úgy, mint a Szokolébresztő állandó vendége. Na, most a mai napon ennek megfelelően az ázsiai űrprogramokról lesz szó, különös tekintettel a Holdra, sőt, azt hiszem most tematikusan a Holdra fogunk fókuszálni, mert hát a Hold környékén nagyon érdekes kínai fejlemények történnek, hogy más nem mondjak, az elmúlt hetekben történt, sőt, hogy jelenleg is zajlik az a küldetés, amelynek keretében az emberiség történetében először hoznak űrszondával mintát a Hold túlsó oldaláról, ráadásul nem csak a Hold túlsó oldaláról, hanem a déli sarkvidékéről, rá egyúttal, szóval ez aztán igazán nagy bravúr, és hát ez adja az apropóját a mai témaválasztásnak. De hát, ha már a Holdról beszélünk, akkor sajnos meg kell említenem ezt a ugyancsak, hát amit nem terveztünk, de mindenképp ki kell térnünk rá, hogy ismét egy legendával lett szegényebb az űrhajózás. Az elmúlt héten ugyanis elhunyt Bill Anders, vagyis William Ellison Anders, aki június 7-én 90 éves korában elhunyt. Őt úgy ismerhetjük leginkább, mint az Apollo 8 egyik űrhajósát a három közül, aki az Apollo 8 legénysége volt az első, ami az alacsony földkörüli pályánál távolabb jutott, mégpedig lényegesen távolabb, ugyanis ők jutottak el először egy másik égitest térségébe. Ez volt az Apollo 8, ami tehát 10 kört tett a Hold körül. Bill Anders volt a Holdcomp nélküli Holdcomp pilótája a háromtagú legénységnek, ugyanis ezen a repülésen nem szerepelt még az a 4 lábú leszálló egység, amit ugye magyarul Holdcompnak szokás becézni, angolul Lunar Module, de ennek ellenére volt Lunar Module Pilot, és persze az olyan repüléseken is van szerepe a Lunar Module Pilotnak, amiken nincs Lunar Module. Mondj egy példát. Elektromos rendszerek felügyeletekkel, tisztelettel. Értem. Illetve nagyon sok fénykép készítése, és akkor hát, hogy mi az, amivel Bill Anders még azok számára is kitörölhetetlen nyomot hagyott a világban, akik életükben nem hallottak róla, az pontosan abból a funkciójából fakad, hogy ő volt az egyik fő felelőse a Hold körüli fényképezési feladatoknak, amelyeknek persze az volt a fő dolga, hogy a Hold kutatók, illetve a későbbi Apollo repülések leszálló űrhajósai számára a Hold bizonyos részeiről, erről a 60 tengeri mérföldes magasságból, mintegy 100 kilométeres magasságból fényképeket készítsenek. És hát ekkor történt meg az a csodálatos élmény, ami a földkelte élmény volt, amikor ugye Borman, Anders és Lovell megfigyelték. Elsőként, amikor a Hold túloldalár mögül először bukkant ki az űrhajó, hogy feljött a Hold horizontján a Föld, és ekkor készült el éppen Bill Anders jóvoltából az ikonikus színes kép, amelynek neve aztán az lett, hogy földkelte, Earthrise, és... hát ezt ő kattintotta el.
Hát, Laci, akarsz valami szépet mondani esetleg? De, igen, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon drámai felvétel, tehát ha most így egy részben átvirasztott éjszaka után, így hétfő reggel az ember így kicsit hátradől, vagy hátralép, akkor azt gondolom, hogy a fotózás fényképezés történetében nyilván vannak ikonikus felvételek, mindenkinek eszébe jut egy pár ilyen, mondjuk nekem a színes korszakból például az utóbbi időben ez az afgán lány. Vagy a National Geographic. Igen, az a National Geographic, ugye normandai partaszállásnál is készült több ilyen fekete-fehér az kép. Akkor általában azokért a Robert Capa. Igen, ezek a Robert Capa félék, vagy amikor ha már Capa, ugye akkor a spanyol polgárháborúban, amikor az a katona a puskával kezében éppen elhajtaná gránátot, amikor meglövik. Na, mondjuk az több, mint gyanús, de most ebben hát nem menjünk bele. Igen. De szóval számomra ez is egy ilyen megrendítő kép, mert ha úgy elképzeljük, ugye mit látunk, alul a holdnak ezt a szürke, sivár, rideg, hideg, kietlen táját, ami így alulról, mint egy ilyen képkeret zárja le a kép alsó részét, és magát a képet ugye alapvetően az eredetit, ahol még nincs agyon zoomolva, ott ez a nagy, fekete, hideg világűrnek a bársonya uralja. És azért mondom a bársonyt, mert ugye egy fekete metál autóról azért visszajön valami fény, itt meg semmi. És akkor az egész közepén ott van a Föld, a maga színeivel, az óceánjaival, a felhőivel. És hát ugye megrendítő, mert az ember rájön, hogy itt a nagy, büdös semmi közepén ott van egy nagyon pici élettér, ami most már vagyunk vagy 9 milliárdan. És akkoriban körülbelül 3,5 milliárdban. Igen, így van. És akkor tulajdonképpen öljük itt egymást, és ezért is mondtam, hogy így az átvirasztott éjszaka után ez különösen érdekes kontraszt, mint hogyha a világ legfontosabb kérdése az lenne, hogy ugye nincsen Csajád a Röcsöge nevű település Magyarországon, ezt csak így mondani szoktuk. Én ebben bízom. Mert nem akarok megbántani senkit, igen, tehát igen. Hogy Csajád a Röcsögén vagy Budapest 28. kerületében, az ugye biztos nincs. Ki lesz a polgármester? Ez ugye hirtelen, amikor egy ilyen képet látsz, akkor teljesen érdektelenné válik. Úgyhogy vigyázzunk a Földre, hát hogy ha már legyen béke, és akkor vigyázzunk a Földre. Igen, és egyébként azt is Bill Anders fogalmazta meg talán, azt a híressé vált mondatot, ami tényleg mutatja ennek az Earthrise-nak a filozófiáját, hogy azért mentünk oda, hogy tanuljunk valamit a Holdról, de mégis a Földről, vagyis magunkról tanultuk a legtöbbet. Igen. Ezt nagyon jól megfogalmazta, és akkor, amikor megfogalmazta néhány héttel a leszállás után, akkor, mint a Földre visszatérés után, akkor talán még maga sem gondolta volna, de éppen ez a kép ez sokat tett azért, mondják az okosok, így utólag, a szociológusok és egyebek, történészek, hogy ez a kép, ez egy nagyon nagy hatása volt ennek a képnek abban, hogy elinduljanak az ilyen természetvédelmi mozgalmak. Környezetvédelmi mozgalmak, így van. Így na van, most így utána van. Az Enders, azért nem lesz az Endersről külön szám egyébként a Szokol ébresztőben, mert ugye ez volt neki az egyetlen űrrepülése, és hát nem olyan rég búcsúztattuk a három Apollo 8 űrhajós közül a parancsnokot, Frank Borment, úgyhogy ugyanezeket kb. Elmondtuk már ott, és az Anders nem repült többször. Megjegyzendő tehát, hogy a három Apollo 8 űrhajós közül már csak Jim Lovell él. Innen is jó egészséget kívánunk neki. Én azt gondoltam, hogy amikor a NASA az Artemis 2-t elküldi a Hold körüli pályára, ami a bizonyos értelemben az Apollo 8 repülésének egy megismétlése lesz az új rendszerrel, hogy az milyen jó lenne, hogyha azt mindhárom Apollo 8 űrhajós élőben látná. Hát ez már nem fog összejönni, hát mert az meg folyamatosan csúszik. Igen. És akkor még ez már adná az átkötést, hogy bezzeg Ázsiában, de még azért elmondanám, hogy Anders azért még leszerelt az űrhajó, Apollo 8 után egyből ott hagyta az űrhajózást, olyan értelemben, hogy elment előbb Nixon, aki akkor lett elnök, tehát 98-ban választották meg, Nixon azonnal elhívta a tudományos tanácsadó szerűségben. Nem 98-a választották a Nixon. Miket beszélek? Mindig ez van reggel, aztán visszahallgatom, hogy milyen hülyeségeket mondok, és fogom a fejem, köszönöm. Tehát 1968-ban, tehát az Apollo 8 évében választottak meg a Nixont, így hát 69-ben lépett hivatalba, és ahogy hivatalba lépett,
meg is kereste Bill Enders-t, aki lett ilyen módon fehérházi tanácsadó, mert neki egyébként volt egy nukleáris mérnöki diplomája is, tehát ez ilyen fun fact, hogy amúgy egy nuclear engineeringből volt neki egy master's diplomája, és aztán ilyen módon politikai, hát ilyen soft politikai pályára keveredett. Norvégiában volt nagykövet sokáig a Bill Enders, de mi érdekes, de az a vicc, hogy hát mindeközben nem adta fel a szenvedélyét, a repülését, és hát ha valaki azt hinné, hogy ő 90 évesen ágyban párnák közt halt meg, hát mi sem állhat távolabb a valóságtól, ugyanis nem így történt, hanem most június 7-én a saját T-34-es sugárhajtású repülőgépével zuhant le, amit éppen ő vezetett. Úgyhogy hát igen, minden esetre érdekes és tartalmas élete volt, és Isten nyugasztalja Bill Enders-t. Igen. Na most oké. Mikor látunk embereket legközelebb a Holdon, honnan, milyen országokból fognak azok kikerülni, hogy az elmúlt hetek eseményei azok igencsak több szempontból is arra utalnak, hogy még az is lehet, hogy ez egy kínai ember lesz, aki a Holdra lép, el is mondom miért. Ott az Artemis program az folyamatos csúszásokat szenved. Most már azt mondják, hogy a következő Apollo 8-szerű repülés az... Tehát az Artemis 2. Tehát az Artemis 2 az mondjuk 2026-ra is akár áttolódik. Akkor 2028 előtt biztos nem lesz az Artemis 3, ami az eredeti tervek szerint az emberes holdra szállás lett volna az új programban, de most már olyan alternatív tervek vannak, hogy az mégis inkább a korabeli Apollo 9-hez hasonló föld körüli gyakorló kör lenne. Ez már igencsak áttolná az amerikai holdra szállást 2030 utánra, vagy 30-ra, és hát a kínaiak meg azt mondják, hogy ők 2030-ra, ha jól tudom, és akkor itt jössz te, mert én innentől már csak pletykákon élek. Tehát, hogy minthogyha a kínaiak azt mondták volna, hogy 2030-ra szeretnének embert küldeni a Holdra. Igen, tehát ugye akkor először egy kiegészítés, azt látom, hogy az Artemis csúszásban vannak nyilván mondjuk az, hogy kisebb okok, bár mindjárt kiderül, hogy ezek a kicsik sem kicsik, és van egy fő oka. A kisebbek közé, amik önmagukban is fajsúlyosak, ugye az egyik az, hogy kiderült, hogy az Artemis 1-nek a hőpajzsa, a visszatérő kabin hőpajzsa azért az kicsit rosszabbul teljesített, mint gondolták. Gyakorlatilag több pusztult le a hőterheléstől, mint ahogy számították előre. Így is lejött, tehát nem égett át ez az egész, de hát ez nem nyugtatta meg a NASA-t. Sosem szabad elfelejteni, mert gyakran fölmerül a kérdés, főleg ilyen fórumokon, hogy hát mit vacakolnak ennyit, hát hogy annak idején ugye a JFK kiadta a jelszót, és akkor pikpak fönt voltak a Holdon. Ne felejtsük, hogy egy hidegháború volt, katonák tulajdonképpen békés eszközökkel, meg hadipari cégek vívtak egy háborút űrverseny néven, és egyszerűen az a politikai és társadalmi tehát a politikai és társadalmi elfogadottsága a kockázatnak, annak, hogy esetleg ezek az emberek belehalnak, az teljesen más volt, mint most. Tehát annyit mondunk, hogy Grissom, White és Cseff. Igen, bele is emberek haltak. Emberek haltak bele. És egyszerűen ez ma nem elfogadott. Tehát akkor simán elindítottak volna így egy űrhajót. Hát jó, visszajött, kicsit több égett le, ez action maradt elég, építünk egy új kabint, és akkor mennek vele az űrhajósok. Ez most nem megy. A másik ugye az az űrsétákhoz szükséges szkafander kérdés, a szkafander is csúszik. De a legnagyobb problémát én a Starshipnél látom, nagyon komoly a csúszása a programnak, ez még akkor is igaz, hogyha most volt egy első ránézésre szinte 100%-osnak tűnő, mármint a kitűzött célok szempontjából 100%-osnak tűnő repülés, elengedve mondjuk azt, hogy a 33 főhajtóművéből az első lépcsőnek egy nem működött. Egy működött. De ez teljesen rendben van. De ez az Apollo igen, programban is előfordult. Előfordult meg, hogy nyomást csökkentettek, de ugye itt a probléma az, hogy ez a kitűzött műszaki célok, azok messze-messze voltak még attól, amire itt valóban szükség lesz. Igen, na most egy érdekes és dolog. És ezért csúszhat a program. Most, hogy csúszik-e 2030 utánra az első leszállás, azt én nem tudom. Én a NASA helyében a sarkamra állnék a SpaceX ügyében ugyanis. Most a mostani SpaceX Starship tesztrepülésnek egyértelműen az volt a fő célja, hogy nem is annyira a felszállási rész, hanem hogy a leszállását, a légkörbe visszalépését
meg aztán a csobbanását igen. magának a Starshipnek tudják tesztelni. Na most vegyük észre, hogy amit a NASA megrendelt, az a Lunar Starship nevű holdkomp, annak soha nem kell a Föld légkörébe belépni, tehát ilyen értelemben akár mondhatná a NASA is, hogy kezit csokolom, most ne azzal foglalkozzatok, hogy ezek a frankó hatszög alakú kerámia csempék hogy bírják ki a légkörbe való visszatérést, mert speciál a mi Artemis programunkhoz ez az egész dolog, igen. meg a kis flappek, amik ahhoz igazából a rakéta kell, illetve itt még egy dolgot nem szabad kihagyni a számításokból, az az, hogy készül ugye egy kettes számú holdkomp típus is, ez a Jeff Bezos féle. Igen, csak, ilyen csak kijárta a Jeff Bezos, hogy földhöz ragadtabb kivitelű, ezáltal talán kevesebb műszaki kockázatot rejtő, és ugye annak kellett, tehát ha az eredeti terv szerint az Artemis 3 és a 4 szállt volna le, ha jól emlékszem, ezzel a könnyített Starship, vagy átalakított Starship holdkompal, és akkor az ötös az már a Bezoszékkal ment volna. Most, hogyha ilyen csúszások vannak, és tudnak valami rakétát keríteni, úgymond az alá, még az is lehet, hogy beelőznek, ezt nem tudom, annyira én ebben nem ástam bele magam, ne, de, hát nem de is ez az a biztos, mai téma. Biztos, hogy itt még lesz felfogás. Most, hogy a eredeti kérdésedre válaszolva, mert közben megy az időnk, hogy megelőzik-e az amerikaiakat a kínaiak, hát ugye ezt most még megmondani nem tudjuk. Az biztos, hogy a kínai cél az egy legkésőbb 2030-as leszállás, de mindenképpen tisztázni kell azt, hogy az a leszállás azért az nem egy olyan leszállás lenne, mint az amerikai visszatérés. Tehát amivel a kínaiak most számolnak, az tulajdonképpen szinte egy az egybe egy Apollo 11-szerű landolás, azzal a különbséggel, hogy nem egyetlen hordozó rakéta visz magával minden cuccot, ami kell, hanem két rakéta megy. Nyilván külön rakétán fog akkor ezek szerint kitalálja a holdkomp utazni, illetve az űrhajó utazni. Ehhez, hogy ez reális legyen, a jelenleg, tehát elengedték azt, hogy a hosszú menetelés 9-essel hajtják végre, hanem azt mondták, hogy a rendelkezésre álló hosszú menetelés 10-zel, igen, nem tévedtem, tehát ilyen ügyetlen a számsorrend. Tehát jelenleg van egy hosszú menetelés 10, ugye, és ennek lesz egy továbbfejlesztett változata, egy megerősített változata. Ez viszonylag gyorsan összerakható. Elvileg 25-ben vagy 26-ban már szeretnék kipróbálni ezt a rakétát földkörüli pályán, és akkor ez a fejlesztett változat tudna a holdi átmeneti pályára 27 tonnát indítani. Ezzel, illetve a földkörüli térségben egyszer automatikusan kipróbált új űrhajójukkal hajtanák végre ezt a leszállást. Ez a leszállás, ez úgy néz neki, három űrhajós repülne, egy olyan űrhajó valamiről, ugye ők azt mondják, hogy földkörüli pályán akár hétfőt is tud vinni, ha menteni kell. Hárman mennének a hold fele, tehát ez idáig, mint az Apollo 11, ketten szállnának le, hasonlóan ahhoz, és körülbelül 6 órát lenne ez a két ember a felszínen. Tehát ez gyakorlatilag, én azt mondanám, hogyha három célról beszélünk, politikai, műszaki és tudományos, akkor ez tulajdonképpen a politikai és a műszaki célok kiteljesedése, mert ott 6 óra alatt túl sok tudomány művelésére azért nem lesz mód, azon kívül, hogy kiraknak eszközöket, amik ott maradnak és működnek automatikusan, de nyilván azokat az eszközöket egy automatikus szonda is le tudná vinni. A 6 óra egyébként olyasmi, ami azért bővíthető, nem? Tehát azért... Itt nem számolnak ezzel, nem. Tehát itt 6 óra kipakolják a cuccokat, letesztelik a szkafandert, és van zászlókitűzés, és annyi újdonság van, mondjuk visszanéztem, hogy azt hiszem 9 vagy 10 hónapja beszéltünk így Unblock Ázsiáról, tehát közel egy éve, és azt hiszem 5 hónapja Indiáról. Hát a közel egy évvel ezelőtthöz képest annyi van, hogy gondolkoznak egy ilyen nagyon könnyű kis holdautó bugiszerű szerkezetem, amit hát most, hogy annak egy 6 órásra tervezett kintartózkodásnál mennyi értelme van, ezt én nem tudom, de ha megint azt nézem, hogy technológiai kísérletnek tekintem, akkor technológiai demonstrációs szempontból lehet értelme, akár ha csak 15 percet autózgatnak vele annak is. Tehát ez igazából egy elsősorban politikai, másodszorban pedig technológiai történet. Na most...
én azért megkockáztatnám akkor is, mint nem akarok magacskodni, de hogy szerintem egy olyan repülésen, amin egy 6 órás volt felszíni kinti tevékenységet meg lehet csinálni, az meg tudja csinálni azt is, hogy 2-3 napig ott legyen a Hold felszínén. Tehát az Apollóból is ez volt a tapasztalat, hogy viszonylag kicsi módosítással itt lehet upgrade-elni. Igen, de most ugye azért nehéz ez, mert eredetileg, tehát ha 2 vagy 3 évvel ezelőtt, amikor beszélgetünk, ilyen terv nem volt, hanem arról volt szó, hogy a kínaiak majd 30 után, valamikor a 30-as években egyenesen a pólusvidékre mennek, és ott fognak holdbázist építeni. Tehát, hogy az első kínai személyzetes leszállás az ott lesz. És kicsit úgy, én ugye úgy is voltam ezzel, hogy azért ez a semmiből, tehát a alacsony földképpár az egy nagy ugrás, így. Lehet, hogy politikai nyomásra látva az Artemis csúszását, lehet, hogy megrettenve a technológiai kockázattól betették ezt a repülést, és ami nagyon érdekes, hogy a mai napig egy szó nincs arról, hogy utána ebből még ők terveznek még 1-2-3-at. Tehát, hogy ez a déli sarkvidéki bázisépítéshez egy ilyen folyamatos fejlesztés lesz, tehát mondjuk, hogy nagyon egyszerű példát mondjak, így mondjuk most az első leszállás mondjuk 30-ban az a nagyjából az egyenlítő vidékén történne, mert ugye oda viszonylag könnyű eljutni, meg jó a megvilágítás, stb. És akkor mondjuk a következő az már a pólusvidékre megy, de az is 6 órás lesz, tehát ilyenek nincsenek. Ilyenek nincsenek. Erről nagyon az repülésről beszélnek egyelőre, és slussz. És akkor volt az, amiről pont beszámoltál múltkor, hát múlt, tehát olyan 10 vagy valahány hónappal ezelőtt, ami ugye tényleg az volt, hogy a kínaiak az oroszokkal együttműködve tervezik ezt a déli, igen, úgymond bázist, de az is szöget ütött akkor a fejembe, hogy úgy írtak róla, hogy ez a bázis az kezdetben nem feltétlenül lesz lakott, hanem ez az, így van. Ez viszont... Ez még változatlan ez a terv? Hát ugye most majd lassan oda tendálunk a mostani mintavételhez, ugye a Chang'e 6. A következő 2, a 7-es és a 8-as, hát emlékeim szerint talán 26-ban és 28-ban, azok már a déli pólushoz mennének, és ezek közül a 8-ast ők már a holdbázis első elemének tekintik. Most, hogy ez mennyire csak egy kommunikációs annak tekintés, vagy hogy ez technológiailag is jelente valamit, azt nem tudom. Az biztos, hogy a 8-ason például ott helyi anyagokból akarnak, tehát a kitermelt anyagból akarnak például ilyen téglát legyártani ott, demonstrálandó, hogy helyi anyagokból lehet előállítani építőanyagot, illetve szintén a 8-assal akarnak ott hidrogént előállítani, meg oxigént, ugye a fenntartható bázisépítéshez. Tehát igen, ezt jól tudod, ők a 7-est és a 8-ast azt már a bázis első elemének tekintik. Viszont ha már a bázis, akkor egy kicsit űrpolitizáljunk, mert nagyon érdekes, még mielőtt űrpolitizálunk, még térjünk vissza egy pillanat gondolat erejéig azért erre az első kínai személyzetes holdra szállásra, mondjuk 2030-ban, hiszen nem csak az Apollo 11-hez kell hasonlítani, hanem azért az Artemishez is, a jelenlegi tervek szerint még, hiszen amit te elmondtál az Artemishez, ilyen pletykák vannak, de hivatalos döntés nincs az Artemis 2 és 3 kapcsán, meg a 4 kapcsán. Tehát a jelenlegi... Talán szeptemberre lesz érvényes, valami. Igen, tehát érvényes terv az Artemis 3-mal szem, még mindig az, hogy ők oda leszállnak egy ilyen Starship-ből kikönnyített holdkompal, és 10 napot fognak tölteni rögtön ott. Na most a 10 nap lent a holdon, ez gyakorlatilag... bocsánat, mert csak lenémítottam a telefonom, de nem kapcsoltam ki, és ez láthatóan egy hiba volt. De annyira nem is némult le, viszont nagyon kellemesen csengett, teljesen jól beleillett. Nem, mert az a probléma, hogy beledumált itt nekem az okos órába. Tehát amit hallottál, az már az okos óra volt, ami azért
na mindegy. Azt jelzi, hogy most már mindenképp rá kell térnünk valamire. A legjobb funkciója szerintem, ha az ember nem sportol, akkor igazából egy okosanak egy jó funkciója van, hogy megrázza a kezed, amikor egy nagy zajba, egy kiállításon, konferencia nem hallod a telefonodat, akkor a kezeden jelez, és azt megérzed. Na mindegy. Tehát, hogy az egy 10 napos repülés lenne, 10 napos holdi tartózkodása lenne két embernek, ami azért brutális, hiszen ez nagyságrendileg az első leszálláson annyit lennének, mint az összes Apollo leszálló személyzet együttvéve. Tehát azért ez egy egészen más fajsúlyú történet. Magához majd a holdi bázis, déli pólusvidéki bázisépítés, ez a kínaiaknak ki kell fejleszteniük egy új rakétát, ez lesz ugye a hosszú menetelés 9. Jelenleg ennek 2032-re tervezik az első repülését, ami azt is jelenti, hogy az holdhoz terheket, meg személyzetet valószínűleg mondjuk 34 előtt nem tud építeni. Tehát valószínű, hogy az ott csúszott, és lehet, hogy azt mondták, hogy jó, akkor ezt a holdidőt használjuk ki arra, hogy kitűzzük a kínai zászlót, és akkor nézzük meg, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni a hosszú menetelés 9 nélkül. Na de, mondtam, hogy egy kicsit űrpolitizáljunk is, mert ugye, hogy van egy Artemis Accords, amit sorra írnak alá országok, legutóbb például 40-ként, erről is lehet olvasni egyébként az Űrvilágon, 40-ként Litvánia írt alá, és 41-ként Szlovákia az Artemis Accordot, tehát már 41 aláírója van az alapító Egyesült Államokkal együtt. Eközben ugye van egy ILRS, ez az International Lunar Research Station, tehát a Nemzetközi Hold Kutató Állomás, ami ugye eredetileg kínai-orosz kezdeményezés volt 2021 júniusában, az a két alapító ország, ettől függetlenül tulajdonképpen az ukrán háború óta a kínaiak rigorózusan vigyáznak arra, hogy kínai programként emlegessék. Ehhez azért csatlakoztak, hát nagyon érdekes országok, tehát 21-ben és 22-ben senki nem csatlakozott, majd 23. harmadik negyedévében Venezuela és Dél-Afrika, a negyedik negyedévben Azerbajdzsán, Pakisztán, Belarus és Egyiptom, majd 24 második negyedévében Tájföld, Nikaragua és legutoljára Szerbia. Tehát én azt gondolom, és valahol azt írtam, hogy az, hogy valaki az Artemishez vagy az ILRS-hez csatlakozik, az láthatóan egy politikai döntés első sorban. Hát azért itt ezek az országok, mondjuk, hogy Venezuela, Azerbajdzsán, Pakisztán, Belarusz, meg hát a déli szomszédunk, hát úgy érdekes. Tehát összességében ez azt jelenti, hogy az ILRS-hez csatlakoztak eddig 2, 4, 6, 8, 10, 11 ország, az Artemishez 41, ez 52, Magyarország még nem csatlakozott, majd én kíváncsian várom, hogy mikor és hova fog hazánk csatlakozni, ha egyáltalán csatlakozunk bárhova is. Az Artemis egyezmény és az Artemis program az milyen viszonyban áll? Ezt már akkor meg kell kérdezni, mert a kettő az nem tök ugyanaz. Nagyon jó kérdés, igen, tehát az Artemis egyezmény, az Artemis Accords, az mondjuk azt, hogy a naprendszer közeli térségeinek a békés célú közös kutatását jelenti, ahol elsősorban, tehát név szerint a Hold, a Mars és a kisbolygó öv van említve, hogy ilyen, azt hiszem ez ilyen szép germanizmus volt. Tehát az alapvetően kijelöl egy hosszú távú irányt, ahol az aláírók azt mondják, hogy ebbe hajlandóak együttműködni, és ez kizárólag békés célú lesz. Maga az Artemis program, az pedig ugye jelen állása szerint csak és kizárólag a személyzetes holdkutatást jelenti, aminek az egyik fő eleme az a hold körül keringő gateway. Sokan, hát űrállomásnak szokták nevezni, én inkább egy ilyen űrlabornak nevezném, mert ennek brutálisan szerények a méretei, tehát ott mondjuk nem lehet olyan nagy attrakciókat csinálni a beltérben, mint a nemzetközi űrállomáson, nincsenek ekkora terek, illetve a személyzetes holdfelszíni tevékenység. Na most, ha már így benne vagyok a lendületbe, akkor még mindig nem beszélünk ugye a kínai mintavételről, hanem kicsit akkor szaladjunk tovább így előre, mondjuk így a 30-as évekbe, hogy azért a színfalak mögött látszik, hogy megy a kemény politikai lobbizás.
Hát ennek az egyik eleme például az, hogy a japánok egyszer azt mondták, hogy ők a kínaiak előtt szeretnének embert juttatni a Holdra. Ugye ez saját erőből nyilván nem megy, tehát ők ezt az Artemisen belül képzelik el, és hát az az igazság, hogy április 11-én Kishida Fumio, a jelenlegi japán miniszterelnök Washingtonban, amikor a Bidennel tárgyalt, akkor azt mondta, idézem szó szerint, hoztam a puskámat, az Artemis programban két japán űrhajós vehet részt a felszíni munkában, majd hozzátette, hogy egyikük lehet az első nem amerikai a Hold felszínén, mire Bill Nelson, a NASA igazgatója még annyit tett hozzá, hogy Amerika többé nem egyedül sétál a Holdon. Tehát látszik az, hogy a japánok mindent megtesznek, hogy az első nem amerikai, illetve az első ázsiai, az japán legyen a Hold felszínen. Most fölmerülhet a, majdnem azt mondom, a tisztelt olvasókból, tisztelt hallgatókból a kérdés, hogy mire föl. És akkor itt meg kell említeni, hogy a japánok azok két területen elég masszívan hozzájárulnak az Artemishez. Egyrészt ebbe a Gateway nevű hold körüli személyzetes űrlaborba, lakótérbe szállítanak különböző eszközöket, elektromos berendezéseket, akkumulátorokat és így tovább, tehát mind a NASA-nak, mind az ESA-nak alvállalkozói. Ami ennél sokkal látványosabb, az pedig az, hogy a japán űrügynökség és a Toyota közösen fejleszt egy olyan személyzetes, hát én nem azt mondanám, hogy holdjáró, inkább azt mondanám, hogy terep gumival felszerelt lakóautó, talán így lehetne jellemezni. Gumival? Hát most képletesen. Képletesen, ja, jó, igen. Okay. Itt a terep szó ja, ugye ja, a lényeg, ja, bocs. A terep szó a lényeg, igen. Tehát terepjáró képességgel megáldott, kerekes, hermetikus lakóautó, ami 10 napig tudna mozogni. Tehát ugye egy normálisan a korai leszállások az Artemisben, azok 10 naposak lennének, és ez azt jelenti, hogy szinte végig úton lehetne az a két űrhajós, ez építenek egy ilyen jó kis Toyotás ilyen lakóautót, hermetikus, van benne hálóhely, konyha, minden, ami kell, meg a kutató eszközök, és akkor ezzel iszonyat nagy területeket lehet bebarangolni. Azért ez azért elég durva, hiszen kettő ember úgy jó messzire el fog ezzel menni a Holdcomtól, ott a nagy üres Hold felszínén, ahol nincs senki, akit felhívjanak, ha bajban vannak. Na most nyilván ez, illetve a Gateway-be történő beszállítás az, aminek az okán nekik beígértek két űrhajós helyet, és akkor itt térünk vissza a te korábbi matekodra, hogy most itt ki kit előz be, meg hogyan, mert mivel ezt a Toyota ketyerét, ezt előzetesen is körülbelül így az Artemis 6-tól gondolták használni, ezért, ha ez így lesz, akkor biztos, hogy nem előzik be a japánok a kínaiakat. Tehát én simán el tudok egy olyan dolgot képzelni, hogy egy korábbi leszállásnál 3-4, Artemis 3 vagy 4 vagy 5, ott egy űrhajós lemegy, egy japán űrhajós azért cserébe, hogy a Gateway-be bedolgoznak, és majd amikor elkészül ez a csodálatos Toyota járgány, akkor azt meg a második Hold felszíni japán űrhajós fogja úgymond berepülni, vagy beautózni. Na most ez teljesen valid, mert gondoljunk a kanadaiakra, igen, hogy az Artemis 2-n, ami ugye még nem száll le Holdra, de körbe repüli, lesz egy kanadai űrhajós, szintén előlegben azért, igen, mert majd a Gatewayhez a kanadaiak csinálnak robotkart. Robotkart meg robotikát, pontosan. Tehát én is azt gondolom, hogy ezt máshogy nem fogják tudni az amerikaiak megcsinálni. Ha már az Artemis mateknál tartunk, akkor ugye egyelőre továbbra is az van, hogy az Artemis 4-ben és az 5-ben visznek olyan modulokat, amik Európában készülnek, és ezeken lenne egy-egy európai űrhajós. Valószínűleg ők nem biztos, hogy ők leszállnak a Hold felszínére. Lehet, hogy az majd a harmadik európai űrhajós lesz, mert egyébként Európának egyelőre három Artemis űrhajós van beígérve, de szerintem az Artemis 4-5-ben ezeknek a moduloknak a beüzemelése az épp elég munkát fog adni az európai űrhajósoknak. És akkor gyorsan le tudjuk zárni ezt a részt, ha már itt Gateway, meg akkor hogy mennek a kanadai, európai, meg japán űrhajósok, akkor rögtön tegyünk hozzá még egy hírt, ami ugye ide tartozik. Ez pedig az, hogy a közelmúltban végzett
az aktuális, vagy hát a legutolsó NASA űrhajós osztály. Ugye befejezték a 2 éves alapképzésüket, és a mi problémánk, vagy a mi mai napunk szempontjából ez azért érdekes, mert ott volt köztük a soron következő 2 emirátusi űrhajós is, egy férfi és egy hölgy, és őket már úgy emlegetik, mint az Artemisnek az űrhajósai, na, csak sikerült megtalálnom. Ugye magát a NASA űrhajós osztály, mindegyiknek van egy beceneve, ez a FLICE volt, The FLICE, és a The FLICE-szal együtt végezte a kiképzését a Nora Al-Matrosi, aki jelenleg 30 éves, ő a hölgy, és a Mohammad Al-Mullah, kicsit idősebb. A hölgy kutató, a Mohammad Al-Mullah pedig helikopter pilóta, oktató a Dubai rendőrségnél. Valószínűleg közülük kerülhet ki az első arab és emirátusi Artemis űrhajós, és akkor fölmerül a kérdés, hogy ők meg aztán végképp mit keresnek ott. Az történt, hogy a Gateway-hez eredetileg azt tervezték, hogy az űrséta blokkot, tehát a légzsilip űrséta ajtó, azt az oroszok, tehát a Roscosmos fogja építeni, de hát ugye az oroszok kikerültek ebből a projektből, és akkor elkezdtek ezzelre kutatni, hogy ez ki lehetne. Tudni kell, hogy ez nem szükséges, ez a modul a Gateway elején rögtön, tehát ez egy 4. vagy 5. egység lesz, amit ráakasztanak, és az emirátusok ezt bevállalta pár hónapja, ők a fővállalkozók, hát valószínűleg igazából a Boeing fogja ezt építeni, az emirátusok pedig egyrészt finanszírozza, másrészt bizonyos apróbb berendezéseket ebbe beszállít, és ezért cserébe lehet az majd, hogy a 2 jelenleg végzett jelölt közül az egyik, az valószínűleg ott lesz, amikor ezt fölrakják és beüzemelik. A jelenleg már kiképzett és repült 2 űrhajós, az lehet, hogy akkor már túl koros lesz ehhez. És akkor szerintem ezt az Artemis-t így, meg az ILR-est így nagyjából lezártuk, meg a kínai holdra lépést. Még egyetlen egy személyzetes hír a holddal kapcsolatban, ez pedig az, mert ugye viszont emlegettük a SpaceX-et, hogy ez a Yusaku Maezawa nevű úriember, aki még 2018-ban vásárolta meg a jogot a SpaceX-től, hogy majd ő egy Starship-pel néhányszor körberepüli a holdat, ráadásul magával visz művészeket. Most nem emlékszem rá, hogy még 8-at, vagy összesen lesznek 8-at, tehát magyarul 7 művészt, és ő ezért nem kevés pénzt fizetni fog. Ő most visszalépett. Tehát gyakorlatilag hát egyértelműen nyilatkozza, hogy próbálom itt elnézést a döcögös fordításért, az angol szöveg van előttem, tehát nem biztos, hogy sikerül a magyarról magyarra is fordítani. Tehát azt mondja, hogy 2018-ban az alapján, vagy azt figyelembe véve írtam alá ezt a szerződést, a Dear Moon-t, így ez volt a neve, tehát drága hold, hát tényleg drága lett volna ez, hogy legkésőbb 2023 végén a Starship-pel elindulunk a hold körüli pályára. Én most azt látom, mondta ezt egyébként pár nappal a mostani Starship 4. repülés előtt, hogy ez teljesen tarthatatlan, és ami nagyon érdekes, hogy elviszi személyes szára, azt mondja, hogy teljesen képtelen vagyok arra, hogy a jövőmet, a munkámat, a dolgaimat tervezzem, és abból is elegem van, hogy a személyzet társaim is ugyanígy így várnak, és ezért úgy meghoztam azt a nehéz döntést, hogy blablabla, és elnézést kérek azoktól, akiknek a most ezt az excitedját, ezt hogy fordítanád így ezt a... Itt nagyon belelkesedtem. Köszönöm szépen, a belelkesedését most itt én ketté törtem. Úgyhogy hát, ő szépen visszalépett. Igen, egyébként rossz nyelvek szerint ebben az is benne van, hogy azért a Maezawa szánnak a vagyona az elkezdett úgy durván csökkenni az elmúlt néhány évben. Mm.
Bár azért még mindig egy milliárd dollármilliárdosról beszélünk, na de hát ugye azt, ez a repülés meg csúszik. Egyébként azt tegyük hozzá, hogy azért nem, azért így sem kell sajnálni szegénykét, mert a felkészülés jegyében befizetett egy körre a nemzetközi űrállomásra, tehát a Maezavát az oroszok felvitték egy körre az ISS-re, úgyhogy az emberünk már így is megjárta a világűrt, úgyhogy... Jó. Igen. Na. Ennyit a japcsikról. Ennyit a japcsikról, jó. Akkor beszéljünk most egy kicsit a kínaiakról. Hol tart ugye a mintavétel? Az a történet, az most ott tart, hogy ugye a május elején indított Chang'e, vagy Chang'e 6, az sikeresen leszállt a Holdon, és június 4-én a gyűjtött mintákkal, amiről egyáltalán nem tudjuk, hogy pontosan hány kiló vagy hány deka, a cél az ugye a maximum 2 kg volt, azzal föl is emelkedett onnan. A 2 kg-ban abban van por is, azt egy ilyen merőkanállal szedegették, és van kőzet is, amit fúrtak. Tehát ő 4-én a visszatérő, mármint az elemelkedő egység felszállt, ugye itt a déli sarki Aitiken medence térségében fekvő Apollo kráter környékéről beszélünk, és 6-án le is zajlott a hold körüli pályán a dokkolás, ami azt jelenti, hogy valamikor ez az összekapcsolt kis vonat elindul vissza a föld felé. Hát én most azt olvastam, hogy talán június 20-a lesz a földre szállás. Ugye ez azért történelmi, mert a Holdnak, ahogy azt a bevezetőben a Miki is mondta, a túlsó oldaláról még soha senki nem hozott talajmintát. Ez mindenképpen egy óriási dolog. Hozzá kell tenni, hogy ráadásul itt egy speciális műszaki problémát is meg kellett oldani, amit az előzőnél, a Chang'e 5-nél, amelyik az innenső oldalról hozott mintát, amivel egyébként Kína a harmadik lett, aki ilyet tudott a világon csinálni. Nem kellett megküzdeni, ez pedig az, hogy a túloldalt nem csak nem látjuk, hanem is halljuk ebből következően, tehát itt egy átjátszó műholdat is hold körüli pályára kellett juttatni egy pár hónappal a leszálló szonda előtt. Ez volt a gyönyörű nevű Chue Chiao 2-es, amelyik egy ilyen elnyújtott, hát kicsit ilyen molni a pályára emlékeztető pályán kering a hold körül, és ennek a segítségével lehetett kommunikálni a szondával, de ráadásul tanulva az elődnek a példájából, emlékeim szerint harmadára lehetett leredukálni azokat a lépéseket a túloldalon, a leszállással, mintavétellel és felszállással kapcsolatban, amihez egyáltalán földi parancs kellett. Tehát ennek az eszköznek, a Chang'e 6-nak az előtthöz, az 5-öshöz képest sokkal magasabb fokú volt az autonómiája. Szintén érdekesség, hogy ezzel nem csak az történt, hogy Kína másodszor jutott el a hold túloldalára, világon egyedül, meg először hoz onnan mintát, hanem az is, hogy bár ez nagy publicitást nem kapott, hogy idézőjelbe téve Franciaország, Svédország és Olaszország is először jutott el a hold túloldalára. Volt egy-egy francia és svéd aktív kísérlet, illetve az olaszok felraktak egy passzívet, egy lézerprizmát. Úgyhogy ők is nagyon boldogok, ezek egyelőre úgy tűnik, hogy szintén működnek, tehát úgy tűnik, hogy eddig ez a program, ez 100%-os. Várjál, ezt meg kell értenem. Igen, bocsánat. Mondjad. A hold túlsó oldalán mit csinál a lézerprizma? Nagyon jó a kérdés. Mert ugye... Igen, mondjad, hogy miért jó a kérdés. Hát azért tartom jó kérdésnek, mert... mert én mondtam. Mert az Apollo program, vagy a Dunohodok idején is vittek ilyen lézertükröket a Holdra, de hát ott egyértelműen az volt a feladat, hogy a Földről küldött lézerimpulzusokat visszaverjék, és ezek futás idejéből lehetett például centiméteres pontossággal meghatározni az aktuális Hold földtávolságot. Értelemszerűen a Hold túloldalán, ami mindig a túloldal, tehát sose lehetett a Földön. Kivégzi a mérést. Hát, csak nem a Chiu Chiao 2, vagy a keringőcsék. Hát mind a kettő, így van, ők végzik a mérést. Tehát ugye az ő pályájukat, mivel az időnként látszik a innenső oldalon, viszonylag jó meg lehet határozni, és akkor őket viszont fel lehet arra használni, hogy ők meg jó nagypontosságú méréseket végezzenek a
túloldalon lévő prizmára a... De akkor viszont van is pályáról. Rajtuk hozzávaló lézer. Igen. És akkor, hogy ha már 100%-nál tartunk, tegyünk hozzá még egyet, mert egyébként, amit én, mert itt spoilerezhetnék is, ugye talán, hogy 2,5 éve az élet és szományban megy negyed évenként egy Hold krónika, amit írok, és ott én nagyon sokszor hangsúlyozom, hogy ez a mostani Hold verseny, ez nagyon más, mint a 60-as évek Hold versenye volt, ott ugye egyértelműen csak két ország gyötrődött egymással, és minden, és szembeálltak. Itt most nagyon sok ország vesz részt ebben az egy részről időnként versenyben. Nagyon jó példa erre ugye ez a francia, spanyol, svéd, olasz történet, mert például ezek az országok ugye benne vannak emlékeim szerint az Artemisbe, meg fönt vannak az ISS-en, tehát azzal nem nagyon lehet őket vádolni, hogy a kínaiak nagy barátai lennének. Tehát van egyfajta együttműködés is, van egyfajta verseny is, de mindenképpen egy hihetetlen nemzetköziség van, és akkor itt a példa erre, hogy maga az a anyaszonda, amelyik ugye tartott a Földtől a Hold fele, ez a kínai anyaszonda, a Changsha-nak a holdszonda, tehát maga a holdszonda, az magával vitt még egy kis pakisztáni CubeSatot is, ami egy 7 kg-os kis CubeSat, amelyik meg szintén teljesen jól működött. Igen, akkor ez már annak az ennek az egyezménynek a keretében né, talán? Hát ez ugye már amúgy is az előjátéka. Azért ez mondjuk az előjátéka, igen. Tehát ja, mert az ellensége a barátom. Ezt akartam mondani, hogy úgyis valami ügyes mondattal át kell majd még kötnünk Indiához is. Tehát, ja. Tehát ugye a Pakisztán azért alapvetően Kínától, vagy hát Kínától, nagy részben Kínától vásárol fegyvert, időben Amerikától is, most már azért onnan kevésbé talán. Igen, tehát ők fölraktak, ez egy olyan kis szerkezet, amit az Iszlám Ország űrtechnológiai intézete, illetve az IST, a SZUPARKO, amelyik az űr és felső légkör kutató bizottság, illetve a kínai Chia Tung Egyetem kooperációja van készített. Az utóbbi maga az egyetem az, amelyik CubeSatokat szokott csinálni, tehát azért ez valószínűleg úgy pakisztáni, hogy van rajta egy pakisztáni zászló, és magukat a tudományos berendezéseket készítették Pakisztánban. De mindegy, a lényeg az, hogy ez a 7 kg-os űreszköz is remekül működött a Föld és a Hold között. Még annyit tennék hozzá szolgálati közleményként, hogy amit 3/4-kor hallottatok, kattanás az volt, hogy bekapcsoltam a telefont. Ahogy szoktam, tehát a 215-37-73-as budapesti telefonszámot. Ez lehet... nagyon jó, és tulajdonképpen ezzel meg is szakítottad, és akkor én anélkül, hogy felkérdeznél, azért rögtön itt mondanék egy pár dolgot viszont, mert India eddig nem került szóba. Ez a kínaiakat az elég jól kiveséztük most, tehát akkor India ehhez képest meg azt tervezi a Chandrayaan 3 leszálló szonda sikerén felbuzdulva, hogy elkészíti a Chandrayaan 4-et, nem meglepő módon, ami rögtön talajmintát hozna vissza. Tehát, hogy azt mondták, jó, most ők is leszálltak simán, akkor a következő lépés a talajminta visszahozatal, ami az érdekesebben az, hogy ők két rakétával számolnak. Mindjárt mondom, hogy ennek mi az oka. 2028-29-ben, mondjuk inkább azt, hogy 29-ben indulhatna ez a két rakéta. Az egyik az a jelenleg szolgálatba álló közepes PSLV, a másik a legnagyobb teljesítményű LVM3, lánykori nevén GSLV3 rakéta. Ezek vinnék az egész szerelvénynek a felét, az egyharmadát az egyik, a kétharmadát nagyságrendileg a másik, és talajmintát szeretnének visszahozni. Most miért mondtam, hogy jelenleg szolgálban álló? Azért, mert ugye fejleszt India egy új nehéz rakétát, aminek két fő feladata lenne, az alapváltozata tudná majd egyszer alacsony földkörüli pályára állítani az indiai űrállomást, ezt 2035-re tervezik, a nehezebb változata pedig a 2040-re tervezett indiai személyzetes holdra szálláshoz kellene, de ugye a számokból itt látszik az évszámokból, hogy ehhez a talajmintavételhez 28 vagy 29-ben ez még nem fog rendelkezésre állni, tehát most még egy ilyen összvér megoldással próbálják ők ezt megoldani. Ha már Hold meg India, még szintén érdekes, hogy India is csatlakozott az Artemishez.
az Artemis Accordshoz, és hát pár napja, vagy pár hete, talán most már talán pár hete, volt egy egész magas rangú találkozó, az ISRO-t, tehát az indiai ügynökséget meglátogatta az amerikai nagykövet. Azért azt tudjuk, hogy az amerikai, tehát egy minden ország nagykövete normális esetben nem azt mondja, amit ő gondol, hanem amit neki a saját külügyminisztériuma a szájába ad. És ő azt mondta, hogy nagyon számítanak arra, hogy Indiának lesz egy olyan hozzájárulása az Artemis programhoz, hogy a Gaganyaan, tervezett Gaganyaan indiai alacsonypályás személyzetes űrhajónak megcsinálják egy ilyen kombi változatát, tehát amilyen teher és személy, tehát valószínűleg nem négy fő, hanem tudom én, két űrhajós, mondtam valamit, meg valamennyi teher, és ezzel tulajdonképpen előbb-utóbb a Gateway-re, legalábbis a Gateway-re eljuthat majd indiai űrhajós, miközben egyébként ők ugye még egyszer mondom 2040-ben saját erőből is szeretnének eljutni a Hold felszínére. De ugye ezt megelőzően persze meg kéne építeni ezt a Gaganyaant, meg ki kéne próbálni földkörüli pályán. Erről beszéltünk 5 hónapja. Hát azóta annyi fejlemény van, hogy egyrészt én azt gondolom, hogy valami történt, mert nagy a csönd. Májusra tervezték, volt egy nagyon sikeres mentőrakétás teszt, amelyben kipróbálták a kabin mentését, ez remekül működött, mindenki nagyon pozitív volt, és akkor azt mondták, hogy na hát akkor májusban még lesz egy integrált ejtőernyő teszt, helikopterről dobják le ilyen körülbelül 4000, valahány száz, maximum 5000 méterről a cuccot, és akkor meglátják, hogy hogy működik, és erről azóta is csönd van. Tehát az utóbbi időben azért az indiai ügynökség, ha minőségben, kép, videó minőségben nem is úgy, mint az amerikaiak, vagy a SpaceX, vagy akár a kínaiak, de legalább tartalomban elég rendesen kommunikálja, hogy mi történik. Erről egy szó nincs sehol. Úgyhogy nem biztos, hogy ez olyan simán ment. Nem tudom, hogy összejön-e ez a 2025-ös első személyzetes repülés. Minden esetre azt tudjuk, hogy kiválasztották a négy kínai, a négy indiai űrhajóst. Őket be is mutatták a nagy közönségnek, ami ugye azért fontos, mert ez egy ilyen, hogy mondjam, szerintem pszichológiai különbség a kínaiakhoz képest, tehát nem az van, hogy a repülés előtt egy nappal tudjuk meg, hogy ki lesz a személyzet, hanem már 2024. február 27-én maga a Narendra Modi miniszterelnök személyesen mutatta be a négy űrhajós jelöltet. Én most nem próbálkoznék a nevek felolvasásával, ha valaki szerintem így rágooglizik, hogy tudom én, Indian Astronauts, vagy az űrvilág keresője beírja, hogy indiai űrhajósok, akkor talán megtalálja őket, mert nagyon bonyolult a nevük. Mindnyájan a légierő berepülőpilótái, az ő feladatuk lesz a Gaganyaannal repülni, és ami nagyon érdekes, az, hogy őket, közülük egyet most föl akarnak juttatni az ISS-re, és közben nézek a Mikire, hogy a legújabb pletyka az, hogy esetleg ez az illető, ez az Axiom 4-jel menne, ami ugye azért érdekes, mert jelenleg az Axiom 4 összetétele az olyan, hogy van benne egy SpaceX-es pilóta hölgy, a Peggy Whitson, ő lenne ugye a parancsnok, ja, pilóta. Igen. Lenne mellette 3 nem hivatásos, az egyik az egy valóságsó nyertes, a Space Hero nevű valóságsó nyertese, és ha valaki az Axiom 4-re rákeres a Wikipédián, akkor ott azt találja, hogy a magyar és a lengyel űrhajós lenne a harmadik és negyedik ülésbe, de látva nem, azt, nem, hogy a magyar űrhajós még mindig nincs kint, ez biztos, hogy ez nem fog összejönni. Hát, elméletileg nem lehet tudni, de most komolyan. Hát, tehát jó. Pletykák szintjén az Axiom... Nem, hát... Na minden esetre... Több, mint pletykák szintjén volt szó az Axiom 5-ről, de a nagy igazság az, hogy az Axiommal kötött szerződésben nincs benne, persze, hogy az ember hogyne, mikor megy hogyne föl, tehát itt nyilván a többi partnernek... Hogyne. Tehát akkor én most azt úgy fordítanám ezt a történetet le, hogy valószínűnek tűnik, hogy az Axiom 4-jel és 5-tel fölkerülhet a második lengyel űrhajós,
a második indiai űrhajós, aki az első Gaganyánra kijelölt űrhajós, hiszen volt egy indiai űrhajós még Szojúzzal. Rakesh Sharma még az átkos, majdnem azt mondom, boldog békeidőben, tehát az átkos években, és akkor valószínűleg a magyar űrhajós is, aztán innentől kezdve mindenki tippelgessen, hogy melyiket ülteti be. Amúgy indiai származású űrhajósuk is közül van, most is éppen fönt van a Sunny Williams, aki félig szlovén, félig indiai. Igen. Tehát valószínű, hogy az Axiom 4-el vagy az 5-tel megreptetik az egyik indiait, hogy legyen éles tapasztalatgyűjtés is. És ha már India, akkor még annyi, hogy megvan az első indiai űrturista, bár ez űrugró turista, tehát nem orbitális pályán, hanem csak egy űrugráson vett részt egy Gopi Tottakura nevű úriember, aki pilóta, repülőmérnök és vállalkozó, Amerikában él, mi meglepő, ő 30 éves, és ő ugrott egyet a Blue Origin-nek az NS-25-ös jelű űrugrásában, és hát óriási publicitást kapott. Ja, az Edward White-tal együtt? A White-tal együtt. Na, akivel viszont a múltkori adás szólt, tehát minden összefügg. Így van, minden összefügg mindennel, és akkor ha már beszéltünk itt axiomokról, akkor ugye emlegettük az előbb az Axiom 4-et meg 5-öt, ami még előttünk van, de ez azt jelenti, hogy az Axiom 3 azon már túl vagyunk, ott repült ugye az első török űrhajós, akinek a tartaléka volt a Tuva Ateşever nevű úriember. Az elsőként repülő ő egy F-16-os pilóta volt, ez a légierőnél mondjuk dolgozik, a Tuva Ateşever pedig a Rocket Sun-nál, amelyik egy katonai fejlesztő cég, elsősorban különböző rakétákat fejleszt, ott egy tervezőmérnök. Őt is kiképezte az Axiom, de ugye ő nem tudott repülni, úgyhogy most ő június 8-án ő is ugrott egyet, csak ő nem a Blue Origin-nel, hanem a Virgin-nek a Galactic 07, tehát a Galactic 7-es számú repülésben ugrott egyet. Gondolták, hogy akkor ő is. De akkor hangozzon el már, hogyha már a török barátunk, aki konkrétan fent volt az ISS-en, az Axiom 3-on, az volt az Alper Gezeravgyö. Igen. Ugye amikor az in nincsen pont, kedves gyerekek, igen, azt úgy kell mondani, hogy ő, és amikor a C alján nincsen kampó, az a J. Tehát akkor igen. Alper Gezeravgyö. És hogyha már ott tartunk, nem tudom, mennyi időnk van még? Félelmetesen kevés, azaz, ami azt jelenti, hogy mondjál két szót, mert aztán még én is mondok néhány szót a tilos maratonról. Jó, akkor még csak annyi, hogy és akkor Kínával indítottunk, akkor jussunk vissza Kínához, így zárszóként, hogy eközben úgy szép csendben május 28-án pedig a Ye Kuang-fu parancsnok és a Li Kuang-su az egyik fedélzeti mérnök egy 8,5 órás űrsétát hajtott végre a kínai modulállomáson. Két érdekessége van, az egyik az, hogy az eddigi leghosszabb kínai űrséta volt, a másik, hogy miután a közelmúltban ugye eltrafálta a napelemet valami űrszemét vagy meteorit, mikrometeorit, ezért most ők ketten az egész űrállomást végig kutyagolták kívülről, vizuálisan és videóval átnézték az egészet, plusz az érzékeny eszközökre egy extra, ilyen extra védő lemezeket szereltek fel, hogy ez az űrállomás valóban még sokáig együtt legyen velünk. Nos, a kínai űrprogramra visszatérve azért gondolom, stílszerűen diszkréten alátkeverem a Dongfang Hong, vagyis a Keletvörös című dalt. Ami ugye a névadója volt az első kínai műholdnak, a Dongfang Hong, vagy DFH1-nek. Na, ez természetesen átkötésnek is tekinthető a következő műsorhoz, ami persze a B-Warner lesz, ami a kelet-ázsiai tematikájú műsor a Tilos Rádión. Viszont ha már ilyen szintű műsorközi dolgokról beszélek, akkor azt meg végképp el kell mondjam azoknak, akik mondjuk csak ezt, úgy nem a Tilos Rádió folyamát hallgatják, hanem mondjuk ezt hallgatják meg utólag az archívumról, hogy hát ne feledje el senki se, hogy ezen a héten Tilos Maraton van.
tehát ha is, ma ezen a héten is, tehát 3. és 15. között tart a Tilos Maraton, tematikus napok a Dürer kertben példának okáért a mai napon világzene nap lesz, holnap jazz nap, és szerdán, június 12-én reggél nap, amikor még főzés is lesz, szóval elképesztő párti van, kérem tisztelettel, és péntekig 15-ig mennek a programok, minden info fent van a tilos.hu-n, beleértve egyébként az ugye az adománygyűjtés is, ami ugye most már az adománygyűjtő hét az össze van olvasztva az évtizedes múltú hagyományos Tilos Maratonnal, úgyhogy hát ugye tavaly például festettünk egy festményt Rakétafüst kollégával, és egy holtporral megfűszereztük, ami 51 ezer forintért ment el a Vaterán, hát most idén nem csináltunk semmit, sajnos időhiányában, viszont azért nagyon jó kis dolgokra lehet ott licitálni, erről is minden részlet kiderült természetesen ottan a tilos.hu-n a további infók között. Szóval ennyi volt itt a Szolg közl rovat, és mivel hogy az adásidőnk lejárt, pánikszerű hirtelenséggel elhagyom a stúdiót vendégemmel, Szentpéteri Lászlóval egyetemben, akinek hálásan köszönöm a részvételt, a hallgatóknak bármikor, a hallgatóknak pedig a figyelmet. 2 hét múlva jövünk szokolébresztővel vissza, ismét sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, de nő a valószínűsége annak, hogy ezúttal bizony-bizony az európai globális navigációs műholdrendszerről fogunk beszélgetni. Nos, köszönöm szépen tehát a figyelmet, jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Viszlát, sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.